Köszöntjük a Kölcsei TV minden kedves nézőjét, ez itt a Weekend című műsor. Engedjék meg, hogy elsőként röviden ajánljuk magunkat. Különleges témákkal várjuk Önöket, kedves nézőink. A mai műsorban például szó lesz élő és ehető galambokról, valamint a Mikulásra váró gyermekekről. Ezen túlmenően pedig különleges gyümölcs és zöldség kompozíciókkal is megismerkedhetnek, melyet itt a stúdióban Kígyósi János és Tatai Pál készít majd nekünk, akik már el is kezdték a munkálatokat. Hamarosan átsétálunk majd hozzájuk, de előtte köszöntjük itt a stúdióban a Vidám Manók együttes tagjait, Lendvainé Maródi Tímeát, illetve Borús Gábort. Sziasztok! Sziasztok! Ti vagytok a Manók? Legfőképp én. Alkatilag is. Mert hogy azért ez a kedves, vicces elnevezés, azt gondolom, hogy a gyermekek fülének egy első hallásra is egy kicsit ilyen vicces és kellemes. Mi volt a szempont itt a névválasztásnál? Hát elég sokat gondolkodtunk a néven. Igazából ez a Manók inkább a gyerekeket tükrözik, a vidámság pedig az, amit próbálunk nekik adni a zene által. És mióta már? Hát idén alakultunk, júliusban, úgyhogy még elég frissek vagyunk. Igazából három fős formációról van szó. A harmadik tagunk szintén egy kollégina, Tar Nikolett, ő most nincsen jelen. De tervezzük a későbbiekben a kicsit bővülést is, egy komplett élő zenekarral szeretnénk majd megmutatni magunkat. Ha jól tudom, akkor mindannyian a zenével foglalkoztok. Mindig arra voltam kíváncsi, amikor egy zenélő embert látok a színpadon, hogy mit jelent számára a zene, a muzsika. Gáborral már beszélgettem, és elmondta, hogy igazából ti nem is színpadon játszotok, hanem közvetlenül a nézők, a gyerekek mellett, között. Így van. Ez a varázs, ez mennyivel ad többletet a produkcióhoz? Én azt gondolom, hogy csak így tudjuk megőrizni azt a közvetlen kapcsolatot, illetve ápolni a gyerekekkel, hogyha nem színpadon szereplünk. Tulajdonképpen nem koncertszerűen adjuk le a műsorunkat, hanem egy interaktív jelleget adtunk a dolognak, és minden egyes műsorszámunkban bevonjuk a gyerekeket. Én, mint zenetanár, fontosnak tartom azt, hogy minden produkcióban legyen vagy egy kis készségfejlesztés, vagy a gyerekeknek megtanítunk egy dalt, illetve lehetőséget nyújtunk arra, hogy kipróbáljanak hangszereket, és talán ezáltal tudunk nekik egy picit többet adni. Gábor, neked mennyire van szabad kezed két hölgy mellett a trióban? Teljesen szabad kezem van. Mindenféle értelemben? Hát azt csinálok, amit szabad. Amit megengedünk. Korábban más jellegű zenével foglalkoztatok leginkább, tehát más típusú zenélés, más zenekarok kapcsán ismerhetünk benneteket, a személyeteket. Miért éreztétek azt, hogy kellene egy ilyen típusú csapatot is létrehozni, és egy kicsit más típusú közönségnek zenélni, énekelni? Én most azt tudnám erre mondani, hogy édesanyaként szembesültem azzal, hogy talán a gyerekeknek a zenei motivációja egy picit kevesebb, mint a felnőtteké. Tehát ha egy városi programot megnézünk, mindig sokkal-sokkal több lehetőség adódik a felnőtteknek elmenni, szórakozni, kikapcsolódni, és én azt gondolom, hogy a gyerekeknek is szüksége van erre a kis zenei motivációra, bár ebben a formációban nem komoly zenét játszunk, de én azt gondolom, hogy lehetőséget adhatunk ezzel a gyerekeknek arra, hogy épp egy kicsi Manó koncerten megtetszik nekik valamelyik hangszer, és később emiatt meglátogatnak egy zeneiskolát, felkeresnek, és későbbiekben igény nyílik arra, hogy megtanuljanak valamelyik hangszeren játszani. Milyen koncepció alapján választjátok ki azokat a dalokat, amelyeket játszatok ezeken a fellépéseken? Próbálunk új dalt választani, hogy elsősorban az óvodás óvodai tananyagnak vagy repertoárnak egy részét felhasználva, mert nagyon szívesen bekapcsolódnak a gyerekek már az első daltól kezdődően, ha ismerik a dalt. Gábor, milyen gyerekeknek, gyerkőcöknek zenélni, könnyűen manóvá válni mellettük? A zenélés közben átszellemül az ember, tehát magáévá teszi így a gyerekeket a szó jó értelmébe. Sokkal jobb. Tehát azt mondom, a gyerekek őszintébbek. És ez
nekünk. De ez egy nagyobb kihívás is ilyen szempontból, hiszen ha őszinték, a visszajelzéseik is őszinték. Hát. Tehát náluk azonnal le lehet mérni, hogy tetszetőse, amit csináltok, amit nyújtotok, vagy van valami más típusú igényük. Jelzik ezt a gyerekek egyébként? Hát vagy tapsolnak, vagy nem. Vagy énekelnek, vagy igen, nem. Ez a gyermek. Hála Istennek eddig a pozitív értelmében a dolognak tetszetősek vagyunk, azt melyik kell mondjam. Melyik a ti korosztályotok? Tehát a Vidám Manóban kik tartoznak bele, kik férnek vele? Az a tapasztalat, hogy a koncerteken eltűnik a korosztály. Uh-huh. Tehát a 2-3 éves gyerkőc pontosan ugyanúgy ugrál, énekel, tapsol, táncol, mint mondjuk egy 8-10 éves gyerek. A repertoárt úgy választjuk meg, hogy legyenek benne kicsit kommerszebb gyerekdalok is, illetve egy kicsit szólunk a nagyobb bacskákhoz is. De egyébként nagyon érdekes, mert a koncert elején a szülők mindig hogy küldik a gyerekeket, hogy menjél, énekelj, tapsolj, és akkor a koncert vége felé ők is maguk is tapsolnak, jól érzik magukat, felszabadul. Gyerekké válnak. Így van. Ez egy nagyon érdekes, amit most mondtál, mert éppen erre szerettem volna rákérdezni, hogy mint édesanya, ugye otthon te akár ugyanazt csinálhatod a gyermekek örömére, mint amit a koncerteken csinálsz, tehát már otthon le lehet mérni azt, hogy ez most talán mennyire jön be, vagy sem, és amit Gábor mondott, hogy ők is énekelnek a koncerteken a szülők, akár a koncertjeitekről haza is vihetik az élményt, és akár folytathatják otthon. Bízunk benne, hogy ez így van, igen. Épp erre akartam rá kérdezni, hogy mennyire klasszikus irányvonalat visztek tovább a koncertjeiteken, tehát olyan dalokat játszottok elsősorban, amelyeket mondjuk a gyerekek valahonnan már ismernek, vagy előbb-utóbb majd szükséges lesz, hogy valamilyen újítást is hozzatok, már csak azért is, mert ugye a mai világban, amikor azt látjuk, hogy a gyerekek az internetes világban nőnek fel, számítógépes játékokon játszanak, és amikor élőben találkoznak egy gyermek produkcióval, egy gyermekdalokat játszó zenekarral, akkor vajon hogy lehet őket megfogni? Igen, ez egy nehéz feladat egyébként, mert a gyerekek, tulajdonképpen egy kulcsa van, én azt gondolom, hogy a gyerekek figyelmét azon a 40 percen keresztül folyamatosan fönt kell tartani. És ha ő jól érezte magát ebben a közegben, ő kikapcsolódott, és ő nyert ezzel egy olyan élményt, amit, ahogy mondtad, hazavisz, akkor lehet, hogy otthon nem a tabletet fogja meg, hanem énekelni fog, dudorászni fog, és ez már nekünk egy hálás dolog. Én azt gondolom, hogy azért, amikor ez élőben zajlik ez a dolog, azért ott van taps, van lábdobogás, igen, van mozgás, és ez nincs a számítógép előtt. Most viszont meg tudjuk mutatni, hogy hogyan is viselkednek a gyermekek akkor, amikor a Vidám Manók zenélnek. Maradjatok még itt velünk. A kótai koncertetekből következik most egy bejátszás itt a televízióban. Ismeritek azt a dalt, hogy hull a pejhes fehér hú? Elénekítek velünk? Oké. Nézzétek csak, milyen érdekes hangszere van. Lehet egy kicsit táncolni is. És segítsetek nekem énekelni. Figyelj! Hull a pejhes fehér hó, könnyelted vestél a hó. Minden gyermek várva van, vidám ének hangja száll. Van zsákodban minden jó, piros alma mújjon. Jöjj el hozzám, várunk rá, kedves szöveg, én a hú. Most jön a tapsolós rész. Thank you.
Nagyon ügyesek vagytok, tapsoljunk még egyet! Egyre több település főterén helyeznek ki nagy adventi koszorúkat, ezek első gyertyái már égnek. Vásáros Naményban is meggyújtották már az első gyertyákat, de a Berek fővárosában nem csak ezt ünnepelték múlt hétvégén. Fehér Attila, Kis János és Bogár Zoltán összefoglalója következik. Vásáros Naményban kettős ünnepet tartottak vasárnap délután. A főtéren várták a vendégeket, hogy a város adventi koszorúján közös gyertyagyújtással kezdődjön a karácsonyi készülődési időszak. Ezt követően aláírtak egy három országot érintő testvérvárosi megállapodást Vásáros Namény és Beregszász, valamint Nagykapos polgármesterei. Ma este az adventi koszorunkon a első lila gyertyák meggyújtására kerül sor. Ugye ilyenkor az egyházi vezető mond majd egy szép léleknek szóló, mindenkit megérintő beszédet, majd ezt követően az egyházi kórusok néhány karácsonnyal kapcsolatos dalt énekelnek, ezután pedig együttesen a gyertyát meg fogjuk gyújtani az egyházakkal, és átvonulunk majd a Lónyai Menyhér aulájába, ahol a koncertre kerül sor. Az adventi ünnepség a városháza előtt a helyi kórus énekeivel kezdődött. Fontosnak tartom azt, hogy együtt az öröm is megsokszorozódik. Ezt az elvet szeretnénk a városban most már egyre többeknek a lelkében is megültetni, hiszen látjuk azt, hogy karácsony közelettével a külsőségekre nagyon adunk, látjuk azt, hogy a marketing fogások kapcsán az üzletek beindultak, a média beindult, de azt hiszem, hogy ha a karácsonyról beszélünk, akkor igazi a karácsony, ha a lelkekben van karácsony. Épp ezért mi 3 évvel ezelőtt kezdtük el a közös adventi megemlékezéseket az egyházak bevonásával. Az egyházak aktív részesei a városi életnek. Vásáros Namény alapvetően református település, de mind a római katolikus, mind a görög katolikus, mind a baptista egyháznak jelentős szerepe van a kulturális életünkben, és ők minden esténken itt lesznek. Korábban a nyugdíjas klubokat is bevontuk. Azt hiszem, hogy a nyugdíjasok, akik igazából nem azért, mert ráérnek, hanem azért, mert egy új színfoltot hoznak a városi kulturális életbe, fontosak, hogy itt legyenek ezeken az estéken. Ahogy jeleztem, próbálunk mindig neves előadókat is hívni egy-egy estére. Ma a 3 településnek a kórusai lépnek majd föl. Jövő héten Kegye művész úr, Pánsip művész úr fog föllépni a Gergely-Gornyai református templomban, majd Vásári André koncertjére kerül sor a Lónyai aulában. Tehát próbálunk minden estére neves fellépőket is hozni, illetve megtölteni tartalommal, saját zenekarainkkal, fellépőinkkel is. Isten mi a gondolom, mert
fontos számunkra a gyereksereg, hiszen szerencsére Vásárosnaimban nagyon sok kisgyermek, óvodások, általános iskolások, épp ezért a kicsiknek is kedveskednénk majd színházi előadással, illetve szervezünk olyan programot is, amikor a média hatására ugye édes délután hogyan lehet karácsonyi finomságokat készíteni nagyon egyszerű módon, ebben segítenek nekünk a Lónyai művészei is, művésztanárai, akik valóban a konyha művészetét és az édességkészítés művészetét művelik igen magas fokon. Szeretnénk azt, hogyha a városban élő pedagógusok, akik nagyon ügyes kézművesek is a szó legszorosabb értelmében, megmutatnák azt, hogy hogyan lehet nagyon szép és mégis egyszerű anyagokból nagyon szép díszeket készíteni, és ezeket akár a karácsonyfa alá, akár a karácsonyfára föltenni majd, és fölhelyezni majd, és gyakorlatilag ebben is segítenék majd a kicsiket. A műsort és az ünnepi gyertyagyújtást követően a vendégeknek sütőtököt és süteményt osztottak a szervezők, miközben a polgármesteri hivatal dísztermében sor került az ünnepélyes megállapodások aláírására. Vásárosnomény Beregszásszal és Nagykapossal már korábban is együttműködött, főként az oktatás és a sport területén. A következő időszak Európai Uniós és közvetlen brüsszeli forrásaihoz a testvérvárosi kapcsolat hivatalos rögzítésére volt szükség. A mai nap ugye kettős ünnep, egyrészt ugye advent első vasárnapja, első gyertyagyújtásra kerül sor, de talán még a nap fényét fokozza az, hogy ma hivatalos formában is rögzítjük testvérvárosi kapcsolatunkat Nagykapossal és Beregszásszal. Hosszú-hosszú idő telt már el, és a városlakók jelentős része úgy tudta, mint ahogy én is, hogy testvérvárosi kapcsolatban vagyunk. Igen ám, de amikor a dokumentumokat kerestük, most ezt nem találtuk. Épp ezért egy meglévő, illetve két meglévő élő kapcsolatot szeretnénk most papíron is rögzítve olyan formába foglalni, amely a jövőben mindenképpen előremutat, és a három település közös kulturális sport életét, művészeti tevékenységét és minden olyan dolgot közösen megvalósítva előre visz, ami gyakorlatilag eddig is megvolt, de ezután papíron is meg lesz. Nagykapos polgármestere az aláírásokat követően a megállapodás jelentőségét méltatta. A mai nap ünnepélyi nap számunkra, Nagykaposra számára, ez természetesen Vásárosnomény számára is. A nagykaposi delegáció egy partnervárosi egyeztetést fog aláírni, amely során bízunk benne, hogy az együttműködés, amely több éve már működik a két városok között, sokkal szorosabb lesz, és sokkal több lehetőség is lesz a településeknek. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere az ünnepélyes aláírás alkalmával köszönetet mondott Vásárosnomény folyamatos támogatásáért. Advent egy nagyon jó alkalom arra, hogy a rég elfeledett barátokat is fel tudjunk keresni, és újakat is tudjunk találni. Ezt a kapcsolatot, a Vásárosnomény és Beregszászi kapcsolatot nem lehet rég elfeledett barátoknak tekinteni, mivel a városok között mindig volt valamilyen kapcsolat, ami kisebb vagy nagyobb formájában eredményessé mondható, de ezen szintű együttműködés nem született még. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy önkormányzatok közötti keretszerződés, ami lehetőséget ad arra, hogy az elkövetkezendőkben közös pályázatokon tudjunk részt venni, és ezzel Vásárosnomény infrastruktúráját is, és Beregszász infrastruktúráját is tudjuk valamilyen formában korszerűsíteni. Az ünnepélyes aláíráson elhangzott, a 2020-ig elérhető Európai Uniós határon átnyúló forrásokra keresnek majd közös pályázati lehetőséget a települések. Ennek kapcsán Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke a hasonló kezdeményezések fontosságára hívta fel a figyelmet. Ugye a Bereg egy határmenti térség, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb lehetősége a ilyen határmenti térségnek, mint például Vásárosnemény, és az, hogy valóban a testvértelepülési megállapodásokon keresztül olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, amelyek keretében belül olyan Európai Uniós forrásokat tudjanak majd lehírni, vagy akár közvetlen uniós forrásokat is, amellyel a közös fejlesztési célokat meg tudják valósítani. Az adventi ünnepséget a testvérvárosok kórusainak műsora zárta a Lónyai Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola aulájában. Yeah.
Vendégeink már a műsor kezdete óta szorgoskodnak, nagyon veszélyes eszközök vannak a kezeikben. Jani és Pali, akiket nagy szeretettel köszöntök itt a Weekend stúdiójában, a Kölcsei Televízióban. Hát én nem is tudom, hogy megmerjem-e kérdezni, hogy hanyadik alkalommal fogtok neki különféle zöldségek és gyümölcsök faragásának, művészi alkotássá való varázsolásának. Szinte össze se lehet számolni. Számtalan, például most egy szegfűt szeretnék csinálni, aminek az a története, hogy már megcsináltam egy jó párat, amikor, vagyis amíg még mindig nem tetszett, és kérdeztem a mestert, hogy mi az oka ennek, és azt mondta, hogy majd ha megcsinálok 400-500-at, akkor fog tetszeni, és hát most már túl vagyunk az 1000-en is talán. Milyen gyorsan lehet ennyi darab szegfűt például elkészíteni? Tehát úgy értem, hogy mikor kezdtétek el egyáltalán ezt a művészetet? 8 éve kezdtük el, 2007-ben, egy véletlen folytán, egy újságcikk alapján kaptuk az ötletet, és akkor neten szétnéztünk, hogy mit lehet csinálni, és akkor az ételszobrás sulinak a címét találtuk meg. Hát ti mióta ismeritek egymást? Mert egyik őtök Biribe való, a másik útok pedig Érpataki. Hát körülbelül azóta volt egy közös munkánk, mind a ketten szakácsok vagyunk, és akkor egy ilyen nagyobb rendezvényen találkoztunk. Na, most beszéljünk akkor röviden arról, hogy körülbelül hányféle típusú zöldséggel, gyümölcsöt dolgoztatok már, és jöhet még be a képbe esetleg egy-egy új típus is. Színe, anyaga, mi számít igazán? Rengeteg gyümölcse meg zöldséggel foglalkozunk, ami Magyarországon forgalomban van szinte mindegyik. Szinte mindegyikkel lehet kezdeni is valamit. Talán most, amit megemlítenék, a tarógyökér, ami a legújabb, ezt körülbelül egyen mennyi, fél éve találkoztunk vele először, ez egy trópusi gyökér, amit meg lehet faragni. De akkor ez nem itt termett? Nem, ez a trópus vidékeken terem. Akartam kérdezni, hogy nem baj-e, hogy nem tudom, hogy mi az, de... Nem, nagyjából mi is ennyit tudunk róla, meg annyit, hogy faragni lehet, és a Tájföldön meg Kínában nagyon nagy előszeretettel faragják. Azt mondjátok meg nekem, hogy milyen igény mutatkozik erre a gyümölcs és zöldség szobrászatra, mert az imént, mintha arról beszélgettetek volna, hogy folyamatosan jönnek a kihívások, a felkérések, lehetetlenemnél lehetetlenebb elképzelésekkel keresnek meg benneteket az emberek. Hát lehet egy gyerekzsúra, esküvőre gyümölcsasztal készíteni, egy névnapra, születésnapra, hát így vele tudjuk én a dinnyébe, tökbe, bármibe az ünnepeltek a nevét, vagy azt szoktuk csinálni, hogyha esküvőre, akkor az újpárnak a keresztneveit. Azon gondolkodom, hogy a gyermekek, főleg amíg egészen kicsik, meg hát az óvodáskorúak is, idegenkednek sok zöldségtől és gyümölcstől. Tapasztaljátok-e azt esetleg, hogy így könnyebben közel kerülnek, és akár meg is eszik? Hát a gyümölcsasztalnál igen, de így a zöldségeknél nem tapasztalható előrelépés. Tehát egy sárgarépából megfaragott hal, az is marad. Az is marad. Az is marad, igen. Mi a kedvencetek? Van-e olyan kedvenc élmény, egy olyan különleges kihívás, amely sikeres elismerést hozott, és úgy megmaradt? Hát talán a tök, amiből olyan tág, annyi mindent lehet belőle csinálni, hogy az szinte kimeríthetetlen. Abból mindent meg lehet csinálni. A dinnyénél az is nagyon szép, lehet rengeteg motivumot belefaragni, de ott van egy határ. A töknél talán nincsen semmilyen határ. Tehát ott lehet három dimenzióba faragni mindenféleképpen. És 12 hónapon át lehet ezt csinálni? Azt hiszem, igen. Ez a hobbink. Tehát ezt szeretjük is csinálni, rengeteget gyakorlunk, és hát meg mindig van valamilyen felkérésünk. Hát most már azt is kilestem, hogy a tulipánomnak, a szirmainak a vége a céklától kapta ezt a szép piros színt, maga a tulipán pedig retekből készült. Így van, így van. Mi volt a legutóbbi olyan megmérettetés, vagy versenyszerű, ahol megjelentetek? Hát a 2010-es luxemburgi világbajnokság, ahol egy bronzérmet sikerült szerezni. Gratulálunk. Köszönjük utólag szépen. Is ehhez. Hogyan indultatok? Milyen elvárásokkal, tervekkel? Hát nagyon kezdők voltunk még akkor, nagyon,
nagyon kezdetleges volt. De úgy látszik, a bronzéremhez elég volt. Hát igen, igen. Egy kicsit fényesebb is lehetett volna, hogyha nagyobb rálátásunk van a dolgokra. De hát nagyon nehéz innen angol nyelvtudás nélkül szállást lerendezni, nevezést, meg egyebeket. Tehát akkor nem az volt a bonyolult, amit csináltatok a kezetekkel, hanem inkább a körülményeket hát még, megoldani. De azt gondolom, hogy még nem voltunk felnőve a feladathoz kellőképpen. Tehát az a bronzérem az igazán jó. Egy szép elismerés volt. Igen. És látszik-e már a következő lehetőség? Látszana, de hát ugye ennek nagy anyagi vonzata van. És ha a szponzort sikerülne találni, akkor valószínűleg elindulnánk jövőre a világbajnokságon, olimpián. Olimpia. Hol lesz? Erfurt. No, kedves nézőink, a Weekend első része most véget ért, de az úriemberekkel a műsor második részében folytatjuk majd a beszélgetést. Hát egy fontos információ azért itt elhangzott, szponzorokat keresnek ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét öregbíteni tudják egy ilyen gyümölcs és zöldségszobrász olimpián Erfurtban. Hamarosan visszatérünk.